több új elnökség 2010 darán ígéretekkel kezdte a munkáját, és az egy legfontosabb minket, amatőr klubban érintő ígérőn az az volt, hogy megpróbálja az új elnökség azt felézni, hogy könnyítsen az amatőr egyesületeknek a labdarúgásban vállalt szerepét, leginkább a gazdaságilag és anyagilag. A találkozó elején Horváth László az MLS megyei igazgatóságának elnöke számolt be az elmúlt két esztendő feladatairól és sikereiről. 147 csapat versenyeztetéséért felel az igazgatóság, ezek idén mintegy 8,2 millió forint értékben részesültek tárgyi segítségben. Mérkőzés és edzéslabdákat, mágnestáblát, fagyasztóspréket, megkülönböztetőket és gyúrótáskákat kapott minden egyesület. A díjcsökkentések és a TAO-s támogatások mellett most februárban várhatóan újabb jelentős segítséghez jutnak az amatőr klubok. A leginkább örömteli az, hogy a műfős pályák, illetve a társasági adós támogatás, vagy a díjcsökkentés megvalósulása, realizálása után most egy olyan programot, olyan pályázatot fog az MLS elindítani, amivel csak kizárólagosan az amatőr csapatok élhetnek, tehát a megye első, másod, harmadosztályú csapatok, a már meglévő létesítményeik, amit el kell, hogy mondjunk, hogy az utóbbi esztendőkben elég rendesen leromlottak, hogy ezeket a pályáknak a felújítását, beruházásait, élhetőbbé tételét fogja megcélozni, és nagyon bízom benne, hogy ebben nagyon sok egyesületünk élni fog ezzel a pályázattal. A támogatás összege akár milliárdos, a megyébe jutó rész pedig 100 milliós nagyságrendű is lehet. Az igazgatóság ülésén gazdára találtak a Fair Play díjak is. A megyei első osztályban a Győr Szemere, a megyei másodosztályokban a Győrújfalu, a Bezenye és a Rábapordány, a megyei harmadosztályokban pedig a Dac, a Bágyokszovát, az Acsalag, a Levél és a Vitnyét csapatai voltak a legsportszerűbbek. A megye labdarúgásáért díjat idén az a Gunyhó Ferenc vehette át, aki többek között az Etónál, Szombathelyen, Csornán és Sopronban is dolgozott edzőként, jelenleg pedig a Gyirmót utánpótlásáért felel. A legszebb momentum mindig az, amikor kimegy az ember a pályáról, és mosolygó szemű gyerekek kergetik a labdát, és húzzák fel a sportszárukat, és meg kell simogatni a fejüket, és szeretnek focizni. Az eredményekben nem mennék bele, volt ilyen, olyan, amolyan, kudarcok, sikerek, ezek együtt járnak. Éppen 41. éve vagyok edző, a felnőtt csapatoknál, utánpótlásnál, gyerek csapatoknál. Én azt hiszem, hogy ami legfontosabb ebbe a dologba, szenvedély a futball iránt. Talán így tudnám összegezni. A megyei igazgatóság 2013-ban szeretné elérni, hogy nőjön, de legalábbis ne csökkenjen a megyei csapatok száma. A 9700-as igazolt labdarúgó számot szeretnék 10 000 fölé emelni, további műfüves pályákat építeni és emelni a bajnokságok színvonalát, ugyanakkor csökkenteni a mérkőzéseken a különböző atrocitások számát.